Látványos képsorokkal hívja fel a figyelmet a zebrákon elkövetett szabálytalanságokra a rendőrség múlt héten közzétett videója. A képsorokat annak apropójából osztotta meg a hatóság, hogy 72 órán keresztül az egész országban szigorúan ellenőrizték a gyalogos átkelők környékét. Tolna megyében pedig bőségesen fogtak is szabálytalan autósokat a rendőrök. Kollégáim összesen 103 járművezetővel szemben intézkedtek, akik valamilyen módon megszegték a közúti közlekedési szabályokat. Voltak, akik közigazgatási bírságot, voltak, akik helyszínbírságot kaptak, és voltak olyan járművezetők is, akiket kollégáim feljelentettek. A rendőrök főleg olyan helyeket ellenőriztek, ahol gyakran szaladnak át gyalogosok az úttesten, annak ellenére, hogy ott nincs zebra. A gyalog közlekedők közül is több százan szabálytalankodtak a mindössze 3 napig tartó ellenőrzések során. Összesen 202 gyalogost is megállítottak kollégáim, akik szabálytalanul keltek át az úttesten, vagy valami egyéb szabálytalanságot követtek el. Kollégáim közülük 177 alkalommal figyelmeztetést alkalmaztak, tehát nem pénzbírságot, hanem egyszerűen figyelmeztették a gyalogosokat a megfelelő közlekedésre. Voltak olyan gyalogosok, akik helyszínbírságot fizethetnek, illetve volt olyan néhány gyalogos is, akiket fel kellett jelenteni a kollégáimnak a szabálysértés súlya miatt. A 3 napos Zebra terv nevű rendőrségi ellenőrzés sorozat célja az volt, hogy csökkentsék a gyalogosokat érintő balesetek számát. Az országban évente nagyjából 2500 ilyen eset történik.